van egy-két versenyző, aki vizes gumival indult neki. Hát ők az előző gyorsukon panaszkodtak, hogy ott kenődött, de hát itt nem fog kenődni. Most, hogyha így beszélek, akkor abból ugyan nem derül ki, hogy én nekik milyen gumival kéne jönni, de majd, hogyha kijönnek, akkor jól elmondják, hogy ez milyen szar volt. Most, hogyha itt mondom, akkor lehet hallani, látni belőle valamit nálatok? Így akkor most már jobb lett a dolog? Így, hogyha beszélek folyamatosan, akkor abból látsz valamit már? Megint csak? Elvileg ugye most a historik mezőnye jön. Lucky jön Fabrizia Ponszal, a jobb egyben. Akiről már jó sokszor elmondtuk, hogy a világbajnok autóban, Michel Mouton mellett ücsörgött ő az Audi Quattroban annak idején. Oké, tehát akkor megint csak ott tartunk, hogy Lakit várjuk Fabrizia Ponszal a jobb egyben, aki Michel Mouton navigátoraként. Nem kell erre majd valami szivacsot tegyünk? Vagy tegyünk rá szivacsot? Vagy belepufogok így? Mert lehet, hogy belepufogok így, hogyha belepufázok. A kék szivacs volt rajta? Nem tudom, valami? Itten szivacs. Mindenképpen az a terv egyébként. Éves a Duna Auto ZRT. A város, ahol 17 márka modell kínálatából választhat. A hely, ahol 18 márka szerviz, bérautó, leasing vagy kaszkó szolgáltatás, sőt még karambolos javítóüzem is várja egyéni vagy akár vállalati ügyfeleit. 30 éves a Duna Auto, az autóváros. Valódi szakértelem 1989 óta. Mert nekünk az autó bizalmi kérdés. A Hyundai-nál a jövőt építjük. Ezért alkottunk olyan autót, amely után megfordulnak, bármerre is jár. Maximális biztonság és a vezetés valódi élménye. Az új Kona Hybrid megérkezett. Új Kona Hybrid már 6.990.000 forinttól. Nagyon kellemes szép napot kívánunk mindenkinek. Indulunk Alsó-Mocsolát Pölöcskéről, és az egy 14 kilométeres gyorsasági szakasz, ami egyébként meglehetősen sok kalandot fog majd tartogatni a versenyzők számára. De hát először is mindenkit szeretettel köszöntünk a Rally Rádió
weboldalán, Facebook oldalán és a rádióban is, és a hátam mögött érkezik az első autó, mert hogy Lucky érkezik Fabrizia Ponszala jobb egyben a Lancsával, amelyik egyébként egy nagyon sokat látott autó már, és hát annak idején itt Magyarországon is nagyon-nagyon ismert szerkezet volt. Hello, how are you? What is this stage? Fine, thank you. Fine, a car. Route is a very difficult thing, but I have a happy. Thank you. Tehát jó az autó, minden jó, minden rendben van, tulajdonképpen nagyon röviden. Ez volt akkor az összefoglalója Lucky-nak, hiszen gyakorlatilag most már ők az első gyorsaságit teljesítették, 14 kilométeren jöttek le, 8.05.3-as időeredménnyel. Jó az autó is. De gyakorlatilag Lucky egy gyors leltárt csinált nekünk, amiben mindent kipipált, és azt mondta, hogy minden rendben van. Közben érkezik a következő versenyautó, mert hogy megjött a Porsche is hozzánk. Wagner-Zauner páros. Grüß Gott, wie geht's dir? Gut, ja, ist gut. Extrem rutschig wieder, auf der Prüfung extrem rutschig, aber es ist okay. Ja, ja, von der Breite, ja. Ja, danke, tschüss, hello. Igen, egyébként a Wagner-Zauner páros a Porsche-val jöttnek hozzánk. Az időeredményük 8.05.5. Egymástól ő is azt mondta egyébként, hogy nagyon-nagyon csúszós bent a gyorsasági szakasz. És a lényeg az, amit megtudhattunk az előbb, amikor jöttek ki a nullás autóval a srácok, akkor ők már mondták nekünk, hogy na azért lesz kaland, mert hogy amitől féltek, az az eleje volt a keskenyebb rész bent a fák között. Kiderült, hogy azzal semmi gond nincsen, ott tökéletesen lehet tolni, és ahogy az eláktól kijönnek a széles részre, na ott ellenben olyan, mintha jégen autóznának, mert hogy gyakorlatilag végig az úton pára lecsapódás van, ami egyelőre úgy néz ki, hogy nem nagyon akar eltűnni ott se, ahol éppenséggel besütnek már a napsugarai a gyorsasági szakaszra. Tehát fújt a bíró a gyors íveknek, és fújt a bíró a féktáboknak is, tehát baromira észnél kell lenni. De hát Zaunerék is ezt mondták, nagyon-nagyon csúszik. És a Jensen-Pedersen páros érkezett meg hozzánk. Hello, how are you? It's very slippery, yes? Yeah, very slippery some places, so we have to be a little careful. Yeah, yeah, so we're going to be to the finish. Yes, that's a very big work, yes. Hello. Velük is megbeszéltük, ők is azt mondják, hogy nagyon-nagyon csúszik a gyorsasági szakasz. De hát ezek szerint akkor ez még jó darabig így lesz, hát majd meglátjuk a versenyzők szerintem, most jelentős részben ezt fogják nekünk előságolni, hogy piszkosul csúszik bent az aszfalt. Na de a következő versenyző páros, aki érkezik majd, hogyha minden igaz, akkor Anders Johansen és Ingrid Jonze lesz, ők egy Porsche 911-essel érkeznek majd ide hozzánk. Svédországból jöttek, és a kaktikokat... Pillanatokon belül ők is... átzúznak ezen a 14 kilométeres gyorsasági szakaszon. Egyébként a tavalyi emlékeim alapján, most az idén csak egy keveset mentem ezen a gyorsasági szakaszon, de a tavalyi emlékeim alapján az eleje az nagyon-nagyon brutális volt, az nagyon rossz volt minőségben. Ellenben aztán utána mi jött a széles rész, ugye tavaly pont fordítva volt a gyorsasági szakasz, az úgy rendben volt, de hát most pont úgy van, ahogy gondoltuk, hogy... Pontosan pont úgy van, ahogy ezt nem gondoltuk volna, hogy a keskeny rész lesz a jobb. Na minden esetre meglátjuk, hogy a versenyzők mit mondanak, és reméljük, hogy senki nem fogja elrakni itt a vasat, de hát bízunk benne, hogy mindenki tudja kezelni majd a helyzetet. Bár hogyha valaki nagyon bevállalósan úgy írta föl ezt a gyorsasági szakaszt, hogy éppen nem volt vizes az aszfalt, akkor azért az nagyon komolyan csalóka tud lenni. De érkezik és hozzánk az Audi, ellenben, aki azt jelenti, Cipóék jöttek meg. Az Audival, én pedig jövök be. Hello, how are you? Yeah, everything okay, yo. Very fast stage, a lot of dirty, but okay. Yes. Yes, thank okay. You. Bye-bye. Thank you. Nagyon gyors gyorsasági szakasz. Egyébként pedig tetszett neki, tehát minden rendben volt. Mondjuk... van egy-két kellemetlen része azért.
De meg volt a mosoly és az Audi Quattro volt, ami egyik mond még egyszer. És eltőlünk. Magyarországon is egyébként mentek jó egy néhányan az Audi Quattroval. Többek között, hogy csak visszagondolom, Ferjánc Attila, ő is egy ilyen Quattrót terelgetett, aztán utána sokan ültek át ebbe az autóba és mentek itt is a magyar bajnokságba vele. Nagyon sok gyönyörű pillanatot okozva a nézőknek. Mindahogy egyébként a historikus mezőny elejében a menők is valóban rengeteg gyönyörű pillanatot tudnak adni, mert annak ellenére, hogy ezek mind-mind valóban értékes autók, tehát hogyha már csak a muzeális értékeket hát nézzük, akkor is komoly értéket képviselnek. De most teljesen különösképpen így versenyautó formátumban, de nem vigyáznak rájuk, tehát küldik őket árkon bokron keresztül. És ha megnézzük egyébként a Historic Európa bajnokság futamát, akkor a mezőny eleje azért egyszer-egyszer bizony megfordul az árokban, de nem nagyon zavarja őket ez a torzok, úgyhogy tolják az autóknak. Tehát megvan a feeling, megvan minden, ami a régi autóversenyek világát vissza tudja hozni nekünk. Hát, hogy arra tehát cipóék után elvileg akkor egy Porsche-nak kellene érkezni. Pentti Väikkönen és Timo Jaakkola. Így van, Pentti Väikkönen és Timo Jaakkola érkezett meg hozzánk. Mert egy másodperc alatt följebb rakom. Hello, how are you? All is okay? Oh, okay, like okay. Most itt nagyjából. Bye bye, hello. Jó, most még nem. Röviden és velősen minden rendben van. Ezt bólogatták. Egyébként eddig, mert azt mondja, hogy a kettes ajtszámmal érkező páros volt, aki a leggyorsabb volt, a Karl Wagner, Gerda Zauner páros. Ők autóztak eddig 8.08.1-et a gyorsaságén, hogyha jól látom. Hetes ajtszámmal most 8.49.4-es időeredménnyel érkeztek meg, de mindjárt megnézem egy fél pillanat, a kettes rajtszám. Nem, a Cipóékhoz. Így van, 8.05-tel őket követte hármas rajtszámmal Karl Wagner és Gerda Zauner, tehát ők nagyon-nagyon közel autóztak egymáshoz, és a többiek azért már egy kicsivel jobban leszakadva követik őket. Még aki aránylag rajtuk volt kettes rajtszámmal, egy fél pillanat, és már is mondom, Cippo volt az Audi Quattroval, így van, mert hogy ő 8.08.1-et autózott, a többiek azért ott jó egy néhány másodpercet kaptak, tehát 8.30 és 8.49.4-es másodpercekről beszélünk. Tehát jelen pillanatban ezen a gyorsasági szakaszon akkor Lakiék voltak eddig a leggyorsabbak a Lancia Delta integráléval. Hát ez nem is integrál volt. Jó kérdés volt, mert nem emlékszem rá, hogy volt rajta szélesítés vagy sem. Na hát ez most nem volt tőlem így szép, de meg fogom nézni a következő körben mindenképpen. De hát feltehetőleg valami hasonló. Egyébként ez a gyorsasági szakasz egy nagyon technikás gyorsasági, tehát tényleg vannak benne tempos részek is, ahol hát a bátorság is ott van azért, hogy elmeri-e tolni minden versenyző, vagy bevállalja-e, be kell, hogy vállalja, vagy sem, mert ugye ezen is nagyon sok múlik, vagy éppenséggel, hogy ez a meglehetősen kellemetlen körülmény, hogy ennyire tele van most párlecsapódással a széles része az útnak, az mennyi kellemetlenséget tud majd okozni a versenyzőknek. Egyébként pedig érkezik az Alfa Romeo. McLaren páros hozta meg nekünk a piros Alfát. Egy fél pillanat, hát ha belealok, se nyitom ki. Várja, egy pillanat, ha beengedtek, akkor bejövök. Szevasztok! Na, hogy látod, milyen volt? De, ja. Gumival a goricát nagyon, de hát most meg nagyon vigyáztam. Na. A széles rész tényleg annyira baromira csúszik? Nagyon. Azt mondták a srácok, akik jöttek ki, hogy se féktáv, se kanyar. A csikánoknál ott halod, ott forogtam egy helybe, konkrétan nem indul. Nem is gondoltam volna, hogy ennyire csúszik. Ja, na vigyázzatok. Szevasztok! Ciao. McLaren páros megy tovább, az idő eredményük pedig 9.08.1.
Ezek szerint akkor volt benne piruett, megpróbálták minden irányból a sikánt megközelíteni. És várjuk mi is a következő autót. Érkezik a Toyota Corolla hátulhajt című történet, tehát még az ősidőkből. Peltonen Szártó páros jött meg hozzánk, mi meg megjövünk hozzájuk. Hello! What is this? Okay, this stage. Yes, it's okay, but very slippery. Very slippery, yes. Yeah. And wet. Thank you very much. Minden rendben van, de ők is ugyanazt mondják, mint a többiek, tehát igazán ez itt a mostani mantra, hogy rettenetesen csúszik. Egyébként az ő időeredményük mindjárt, hogy a tetőt odaibb húzzák, kiderül 5.38.8 volt, hogyha minden igaz? Nem, az 5.38.8-at a Porsche jött, ők a Toyotával 9.08.1-et autóztak. Hello, how are you? Oh, it's okay. We have a problem with the throttle linkage or wire, so we cannot go full, but it's okay. Thank you. Hát az igazság az, hogy ugye megkérdeztem, de egy szót nem értettem belőle most, amit mondtak, mert csak a berregés maradt meg bent az utastérben. Ezek szerint majd legközelebb jobban bele kell bújjak a bódéba, hogyha hallani is szeretném, amit a hazai mezőnyben azért sűrűn előfordul, hogy csak bólogatunk rá, amit mondanak a versenyzők. Valamivel küzdöttek egyébként, azt mutatta, hogy valami baj van, de hogy pontosan mi, azt nem tudom. Az időeredményük egyébként 8.38.8 volt ezen a gyorsasági szakaszon. Érkezik a piros színű Porsche. Pasutti Campeis páros érkezett meg hozzánk. Hello. Okay. How are you? A problem in. Jelen pillanatban ők kuplung problémával küzdenek az autóban. Ami egyébként nem teszi túlzottan boldoggá, hogy látom, mert egyszerűen mutatta, hogy próbáljon nyomni a kuplung pedál, de az meg alig-alig akar megmozdulni, tehát megkeserítette az életüket. Hát reméljük, hogy nem nyírják ki a váltót az autóban. Valahogy kuplung nélkül próbál megváltogatni egyelőre, és eljutni majd a szervizpontig. Az ő időeredményük egyébként 9.34.7. Ez tartozott akkor a piros Peugeothoz, akik hát úgy többé-kevésbé kuplung nélkül jöttek. Vagy az volt az övéké? 9.18.3 volt akkor, igen. 9.18.3. Érkezik a következő versenyzőpárosunk, a Forddal. Tim Sayer és Anne Graham. Hello. Hello. How are you? The car is okay? Yeah, good, thank you. Very slippery. Yes. On these tires, very slippery. But yeah, it was good. Good fun. Yeah, okay. Good fun. Yes. Thank you. Bye bye. Hát ezekkel a gumikkal rettenetesen csúszik. Hát igen, ezt meg tudom érteni egyébként. Egyébként meg minden rendben van, és mondta, hogy hát ez ilyen, ez a gyorsaság, igen. Amúgy is csúszós, de hát ezekkel a gumikkal elég érdekes gumik voltak az autón. Ez leginkább egy jó kis száraz aszfaltra való gumi volt. Abból se a legjobb már, de... Az ő időeredmények volt akkor a 9.27. Megérkezett a 10-es rajtszámú versenyző páros is.
James Potter és Karen Graham hozta meg hozzánk a Ford Escortot. Az ő időeredményeket még egyelőre nem látom. Hello. Hello. The car is okay? I don't know, it stopped. I'm just going to see if it starts now. Yes, it's okay. Super. Yes. Okay. Thank you. Bye bye. Hát abban maradtunk, hogy ha jár a motor, akkor jó az autó, de nem volt annyira biztos, hogy elindult, de aztán miután elindult, mondta, hogy akkor jó az autó. Az ő időeredményük egyébként volt 9.26.8 a 10-essel, és nem, 9.10-essel most érkezett meg a 9.26.8 a Pagella. Pagellaik meg hozzánk a Porsche-t. Időeredményük 9.26.8. Hello! Tutto bene? Tutto ok? Si, si, va bene. Minden rendben van, úgyhogy megnyugtattak minket és viszik is tovább tőlünk az autót. 10-essel 9.26.8-as időeredménnyel gördítették ki tőlünk az autót. Igen, közben csupán csak annyi volt, amit itt beszéltünk a sportbírókkal, hogy amire lenézek, addig rátállom, mert már mindig a következő autó idejét kezdem el mondani vadul. Mert hogy olyan gyorsan jönnek az autók, és olyan közel vagyunk egymáshoz, hogy érkeznek az idők. Közben pedig érkezik a 20-as rajtszámú Volvo is. Az Amazon. Hiver innen. Alla Turquia páros. Mi pedig már is nyomulunk be hozzájuk. Hello. The car is okay? Car is okay. We have some situation. This stage is slippery, yes? But everything's okay now. Yeah. Hello, bye-bye! Ők pedig mennek tovább, és a Volvo-val egy 9.27.5-ös időt autóztak, ami egyébként azt jelenti, hogy hát eddig itt leginkább Porsche-k jöttek egy kupacba, meg jött itt jó egy néhány autó, de hogy ők bevállalósan terelgetik ezt a Volvo-t, az egészen biztos. Mert hogy itt a környéken, akik előttük jöttek, nagyon-nagyon rajtuk autóznak, tehát le a kalappal előtte, ahogy az Amazont küldik. Na de hát benne van a nemében, hogy Amazon. Egyébként mind, ahogy tegnap már elmondtam, esetleg valaki ma kapcsolódott be a közlekedésbe, ennek az autónak az utcai változata is kettő darab fekvő, azt hiszem Stromberg vagy valami ilyesmi karburátorral volt. Igen, Strombergek voltak rajta emlékeim szerint, és azok vitték, közben a magas rónai páros is megérkezett hozzánk, én pedig beszállok hozzájuk, addig élek is. És sikerült. Szevasztok! Na milyen volt bent? Kiértünk a kis erdőből utána. Nagyon forogtunk egy picikét ott a nézőknek, és utána nagyon jó. Még mindig nem csúszik. De nem ütöttétek meg. Dehogy is, nem. Na, jó van akkor. Na, vigyázz rá. Szevasztok! Magos rónai páros 17-es rajtszámmal 9.36.8-as időeredménnyel viszik tovább az 1750-es alfát. Kamera. 14-es rajtszámú versenyző párost várjuk majd. 14-essel. Sverre Norgard és Ari Koponen kell, hogy érkezzen a 2002-es BMW-vel. Ők a Historic Rally Club Finlandia színeiben. Zúznak le itt a BMW-vel ezen a 14 kilométeres gyorson. Alsó mocsolád, mecsek, pöröske egyébként a gyorsasági szakasz, ahol most jelen pillanatban vagyunk, és annyira jó, hogy meg tudtam jegyezni alsó mocsoládot, mert ez valahogy nagyon nem ment. Nagyon szépen, illedelmesen gördülnek be a beíróra. Tehát Sverre Norgard és Ari Koponen érkezett meg. Hello, how are you? Well, everything is fine. It's still very slippery and wet in the forest. I'm surprised, although it's sunny. Yeah. But it's very slippery. Yeah. But nice. Hello. Bye bye. Hát mondta, hogy meglepő volt, hogy ennyire csúszott, mert hogy sütött a nap a gyorsasági szakaszon, de tényleg baromira csúszott, amúgy pedig boldogság van tulajdonképpen, mert hogy mosolyogtak bent a
Bódéban az idő eredmények akkor 51,5, 19-esen pedig érkezik a következő versenyzőpáros 10-14-0-val, ők pedig 19-essel, Porsche 911-essel, Carlo Fiorito és Angelo Pastorino. És nem, mert hogy a 23-as autó érkezik hozzánk, nem, 19-es. Na, 2002-es BMW pedig akkor stimmel. Edies Quittilla, igencsak a nevet olvastam odébb egyel. Hello, all is okay? Yes, thank you. Just driving through. I will be very careful. Thank you. Bye-bye. Minden oké náluk az autóba. Próbálom rácsukni még egy kicsit az ajtót. Mennek tovább, de már is megérkezett hozzánk a Volkswagen. 23-assal a Bogár. Ők egyébként 940,8-at jöttek a Bogárral. Hello, how are you? that was very slippy for us. We had some pretty big moments. And we have it on camera. But it was, yeah, slippery, that's rally. Very slippery. Yeah, very. But same for everybody. Yeah. Yeah, but they have a proper car. I have an egg. Hello, okay. Bye-bye. Kigördültek tőlük, és egyébként megvan nekik minden kamera, mindent rögzítettek, azokat a pillanatokat is, amikor megállt bennük az ütő, mert hogy voltak nagy pillanataik benne, és senki sem azt mondja. Egyébként amikor a Bogáról úgy kihúzzák a rántópaddal az utat, akkor azért az biztos, hogy érdekes lehet, mert hogy azért ennek az autónak a hátulját terelgetni, azért az mindig egy külön művészet, de ezek szerint jól csinálták, mert hogy itt vannak nálunk, az időeredményük pedig 9.40,8. Egy szóval lezúztak ide hozzánk a Bogárral ezen a 14 kilométeres gyorsaságén, alsó mocsolád, mecsek, pölöske, csak kimondom. 18-assal, 10.48.6-tal várjuk a következő versenyzőpárost. Öt? Aha, öt, oké. 10.48.5 akkor. Megjött a Porsche. Fiorito Carloval és Pastorino Angeloval. Okay, yes. Super. Hello. How are you? All is okay? Yeah, everything is okay. Well, no. Super rally. Thank you. Bye. Minden rendben van, minden, oké. Okay. Ez egy nagyon jó verseny. És viszik tőlünk a Porsche-t tovább. Porsche 911-es egyébként, amivel ők is versenyeznek. Tehát még egyszer Carlo Fiorito és Angelo Pastorino volt, aki ide látogatott hozzánk egy rövid időre. A mecsek pölöskei beíróba. Igazándiból nem mecsek pölöskén vagyunk, hanem a Komló magyar szék elágazás van itt, hogyha valaki átzúz itt a hegyen, és lejön ide mecsek pölöske irányába, akkor gyakorlatilag ez az elágazás, az csak hát valami nevet kellett adni nekik, át mecsek pölöske. Ide egyébként körülbelül egy olyan 3-4 kilométerre van a település. Egyelőre úgy néz ki egyébként, hogy a mezőny egész jól abszolvált ezt a gyorsasági szakaszt az összes problémájával együtt, de nekem legjobban egyébként talán a Volkswagen Bogárban ülő versenyzőpáros tetszett, hogy minden nagy pillanatot megörökítettek, de azért mutatta nekünk, hogy azért kezelába remeg most, hogy lehozták ide az autót, tehát azért volt benne kihívás több, mint valószínű. Ha megnézzük, azért meglehetősen
hogy is mondjam azt, hogy régebbi technikáról beszélünk a Volkswagen Bogár esetében, közben pedig hátul érkezik egy versenyautó, mert hogy a hangja már jön, és jönnek a Vilniusiak, megérkeztek ide hozzánk, Mecsek Pöröskén is sok a poloska, mert hogy itt is röpködnek a levegőbe és szállnak ránk. A Metik Mastanikov páros jött meg hozzánk, már is beszállunk. Arasov? Arasov, good. Good? Yeah. Okay, yeah. Super. Mm-hmm. Thank you. Bye-bye. Abban maradtunk, hogy Harasó és good is, tehát jó volt a gyorsasági. Tetszett nekik, az időeredmény pedig 11.56.6, ha jól látom. 24-es rajtszámmal hozták le egyébként a kereklántás ladát hozzánk. Valaki ilyenben lebombázott egy farönköt, ahogy látom. Érkezik a 25-ös rajtszám autó majd hozzánk, és mindjárt kinyomozzuk, hogy ki az, aki elrakta a versenyautót. Úgy látszik, megúsztatta és telibe trafált egy farönköt. A 25-ös rajtszámú versenyző páros 8.34.6-os idővel érkezik. Talán hallani is egyébként, hogy úgy néz ki, hogy át lehet férni a gyorsasági szakaszon a sérült autó mellett. Hátunk mögött pedig érkezik Feri. Wirtmann, Feriék. Időeredmény 8.34.6. Nem ez a legjobb idő most sajnos. Szevasztok! Mi van veletek? Mikor most? Aha. Minden rendben volt. Minden rendben? Sáros egy kicsit az út. Jaj, és nagyon dobál. Na, elengedünk. Ennél jobbat nem tudok. Ja, hát mondom, csúszott neked is. Szevasztok! Ciao. 25-össel Wirtmann Feri. Nem tudom, mennyire lehetett hallani, amit mondott. Most ezzel a gyorsan egyelőre ennyit tudott autózni a Forddal. 8.34.6-os idővel hozta le nekünk a vasat. Ami azt nézem, hogy 8.05, 8.05, 8.30, 8.1, ez 4. 8.34-jel, ahogy látom, Wirtmann Feriéké a 4.5. legjobb idő jelen pillanatban a gyorsasági szakaszon. Hát most ennyi volt benne. Gondolom nem nagyon akarták lezúzni fölöslegesen az autót. Közben érkezik a kis GSI, az Opel Spindler Csizmadia páros hozta meg hozzánk az autót 27-es rajtszámmal. 9.033-as idővel. Szevasztok! Mennyire volt kalandos? Nagyon kalandos volt, mert ott az elején a sár miatt többször elindult. Aztán rájöttem, hogy itt a kéziféknél valami, na mindegy, áldon megálltak a hátsó kerekek. És akkor a fékerő, meg a kézifék, azt így nagyjából utána helyreállt, de hát addigra legalább egy 5-6 kanyarnál elúszott, meg ilyesmi. Meg a sár összeszedi a sár a kereket, és utána lévő kanyarokba egyáltalán nem akar betapadni. Úgyhogy így ballal fogom, meg a fék fogy el, úgyhogy hát ennyi. Akkor most azért volt valami. Igen, az egyébként egy nagy élmény lehet, amikor úgy menet közben az autó úgy dönt, hogy akkor egy kicsit behúzza a kéziféket, tehát befog az autó hátul és elindítja az autót. Hát, már hogy lehozták egybe, maradjunk annyiba. Tizenötös rajtszámmal érkezik a következő versenyzőpáros. 15-össel pedig Kalapács Zsolt és Kalapács Kornél kell, hogy érkezzen az Opel Kadett GTE-vel. Az időeredményük 9.36.2. Meg is jöttek. Kalapács-Kalapács páros. Ojé!
Szevasztok, tereprealiztatok? Móka kacagás volt. Jó volt, jó volt. Hát volt egy pár izgalmas helyzet, de úgy néz ki, mintha tereprealira jöttünk volna. Kemény ezért most nagyon. Úgy bírja a vas? Jó, igen, igen, igen. Vassal minden rendben. Mi meg gyakoroljuk az autósportot. Még mindig úgy csúszik egyébként? Nem, jobban. Most már jobban. Ciao. Szevasztok. Tizenötösen 9.36 kettes idő eredménnyel mennek tovább, és hát ezek szerint akkor még mindig csúszik. Süt a nap, vagy nem süt a nap, ez most sokat már nem befolyásol a dolgon. 32-essel, és 7-es Viktor kell, hogy jöjjön. Megérkezett a Lada, Rácz, 7-esi páros. Szevasztok, na mi újság van? Szevasztok, minden oké, nem voltunk árukba se, tök élvezzük, teljesen jó minden. Boldogság van. Igen, boldogság van. Eléggé csúszik, ami vizes. Ja. Nagyon, nagyon jó, nagyon jó. Na, jó van akkor. Köszi. Szevasztok. Rácz, 7-esi páros 32-essel. Boldogság van a bódéban. Idő eredmény 9.35.4. Ja, közben egyébként megtudtuk, hogy akit éppen a farönkről rakosgatnak lefele, az Zsírpapa, mert hogy őnekik sikerült fölfűzni egy farönkre az autót. Fehérvári acélpáros jött meg hozzánk, én pedig bemászok hozzájuk, egy árnyalatot előrébb gurulsz, akkor ki tudjuk nyitni az ajtót. Köszönjük szépen, köszönjük szépen. Szasztok. Minden rendben? Fölfelé egy picit, ahogy már egész évben ezt megszoktuk, hogy itt azért sokat kapunk, nincs végsebességünk, meg hát fölfelébe azért nem harap annyira a kis Toyotánk, de ez a szűk rész, ez jó saras volt. Most kifejezetten élveztük, jól csúszkáltunk rajta, úgyhogy menjünk a szervizparkba, és még három gyorsasági. Na, jó van akkor. Szevasztok! Fehérvári acélpáros. Egy élmény csúszkálás után megérkeztek hozzánk egy 9.29.7-es időeredménnyel. Hát igen, egyébként ebben az autóban nagyjából 120 lóerő tartózkodik, mert hogy ez egy széria Toyota, ami most innen kigördölt tőlünk, úgyhogy... De ennek ellenére igen, tisztességesen küldik az autót, tehát szerintem látványos és szép, mert amikor vannak belső képek a gyorsasági szakaszról, akkor lehet látni, hogy azért rendesen terelgetik. Közben Szőnyi Péter és Váradi Zoltán jött meg hozzánk a Suzuki-val, 31-es rajtszámmal, az ő idejük 9.38.0. Szevasztok! Na, milyen volt? Hello! Hát, kicsit meglepő. Azt gondoltam, hogy valamennyivel jobban megszáradt az út, úgyhogy... Úgyhogy jöttünk úgy, ami miatt rallizunk. Kicsit csúszkálva, de azért remélem jó lett az idő is, úgyhogy... Na, hát bízunk benne. Én úgy érzem. Egyébként úgy néz ki. Na, szevasztok. Köszi. Vigyázni rá. Közben halljuk, hogy a pályán még mindig Zsírpapáik autójával küszködnek, most már elég sokan, mert hogy az eleje nem akar menni, a hátulját próbálják valahogy elmozdítani, tehát összességében el lehet tőle férni a gyorsasági szakaszon, tehát a sportbírók is igyekeznek a legkevésbé lassítani a versenyautókat, csupán csak próbálják valahogy odébb tornázni Zsírpapáik autóját.
Közben megérkezett a 37-es rajtszámú versenyzőpáros és 10-34-6-os időeredménnyel. Az orosházi kispataki páros volt, akiket vártunk, és meg is jöttek hozzánk. Szevasztok! Na, hogy sikerült? Nagyon jó volt, tele kalandokkal, úgyhogy nem sokat mentünk egyenesen. Ja, igen, azt úgy hallom, hogy van bent azért bőven víz. Bőven, nagyon csúszik, de jó volt. Na, jó volt. Örülök. Meg annak is, hogy itt vagytok. Köszönjük. Na, ciao. Orosházi kispataki páros már is megy tovább. Gyenes Andrisék jöttek meg, Gyenes Andris és Horváth Levente hozott nekünk egy kereklámpás ladát. Az időeredmény 9.59.8, ami azt jelenti, hogy a 6-osra vették. Szevasztok! Na, milyen volt ott bent? Volt egy kis forgás az elágazásban, szerintem minden zsigul is. Egyébként nagyon élveztük, tök jó volt. Az erdőben is gyilkosok elestek, sajnos ott maradtak, de rendben vannak. Amúgy minden jó. Felültették az autót. Igen. Szevasztok, vigyázzatok! Gyenes, Horváth páros. 28-as rajtszámú ladával, 9.59.8-al, 42-es rajtszámú versenyzőpáros érkezik. 10.11.4-es időeredményt autóztak. Ezen a 14 kilométeren alsó mocsolád, mecsekpölöcske gyorsasági szakaszon. Pillanatokon belül jön a Trabant. Látom, szélvédő az még megvan benne. Tegnap elhagyták, úgy mentek gyorsra. Mészáros, Mesterpáros. Szevasztok! Na, milyen volt a Trabanttal itt szállni? Jó volt, jó, tetszett. Ez jobban tetszett, mint az előző, ezt jobban fölértük. Nem rossz. Bence, repültünk, de jó volt. Csúszó szakaszokon mennyire lehetett úgy kézben tartani? Abszolút, mert lassan mentem. Úgyhogy semmi gond. Szevasztok, ciao. 42-essel, 10-11-4-es időeredménnyel. Pöfög neki a beíróról. Hát erre is elmondhatjuk, hogy régi idők autója. És hát nagyjából akkor ennyi volt a historik mezőny, ezzel lejött az utolsó autó is, zsírpapáik sajnos bent maradtak a gyorsasági szakaszon, rajtuk még egy kicsit tornáznak a nézők is, illetve mindenki, aki ott van a környéken, mert valahogy olyan ügyesen sikerült feltenni az autót egy ilyen farönkre, hogy azóta sem nagyon tudták tisztességesen leszedni róla, tehát valamelyik része mindig bent van az úton egy picit a ladának, de hát reméljük, hogy sikerül majd most már akkor levinni, a rescue is bejön, és onnantól kezdve aztán már minden rendben van. És rövidesen érkezik majd akkor már a rally egymezőnye. Addig is akkor egy rövid búcsú, de tartsanak velünk, hallgassanak és figyeljenek minket. Éves a Duna Auto ZRT. A város, ahol 17 márka modell kínálatából választhat. A hely, ahol 18 márka szerviz, bérautó, leasing vagy kaszkó szolgáltatás, sőt még karambolos javítóüzem is várja egyéni vagy akár vállalati ügyfeleit. 30 éves a Duna Auto, az autóváros. Valódi szakértelem 1989 óta. Mert nekünk az autó bizalmi kérdés. A Hyundai-nál a jövőt építjük. Ezért alkottunk olyan autót, amely után megfordulnak, bármerre is jár. Maximális biztonság és a vezetés valódi élménye. Az új Kona Hybrid megérkezett. Új Kona Hybrid már 6.990.000 forinttól. Fejlődés nem a véletlen műve. A történelem formája. Mi a Hyundai-nál autókat gyártunk. Előtte kikötőket építettünk.
amihez az acélt is mi állítottuk elő. De mindezek előtt újjáépítettük országunkat, Dél-Koreát. És most itt vagyunk, készen a következő fejezetre. Vár ránk a jövő! Új Kona Hybrid már 6.999.000 forinttól. Szerencsés fickó. Hiszünk a mindennapok hőseiben. Hyundai Tucson. Hyundai SUV modellek már 4.649.000 forinttól. Részletek hyundai.hu. Új Peugeot 508 SV. És önt mi hajtja? Engedje szabadjára fantáziáját. Képzeljen el egy autót, amely időtálló megjelenésével figyelmet követel, és minden részletében tökéletes. Kivételes vezetési élményt nyújt, és benne páratlan kényelem veszi körül. Hibrid lévén pedig tökéletes egyensúlyt alkot a természettel. Jó dolog álmodozni, de ez már a valóság. A legendás Toyota Camry most alacsony kibocsátású hibrid hajtással tért vissza.